Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Potjerali zimu. Tradicionalan pohod bušara. U tijeku su upisi u vrtiće. Igraonicom čekaju zainteresirane u Pečuškom hrvatskom vrtiću. Kao i u mnogim drugim dijelovima svijeta, Mađarska također ima snažnu tradiciju izgonjenja zime i iščekivanja proljeća s mnogim običajima i vjerovanjima poznatim s tim. Pohod bušara u Muhaču je jedan od najvažnijih i najpoznatijih običaja koji je uvršten na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Ove godine pohod bušara u Muhaču počinje u četvrtak 16. veljače i traje do 21. veljače. Busójárás a mohácsi sokacok hagyománya nemzetközileg is ismert és látogatott téltemető népszokás. A hagyomány eredetét helyben a törökök kiűzésével kapcsolják össze, miszerint a Mohács környékbeli mocsárvilágába elrejtőzött egykori lakosok maszkokba öltözve és zajcsapva űzték el a babonás törököket. Mára ennek az egykor tradicionális sokac népszokásnak inkább karnevált idéző hangulata van. Természetesen busójárás. 51 évesek leszünk idén, de 51 éve föllépünk busójáráskor, mint házigazdának illik, és hát szeretünk is fellépni. Bár ma kisebb létszámban leszünk, minden éve kicsit kisebb, kevesebb, kisebb létszámban lépünk föl, mert ez nálunk egy ünnep, és hát a többsége beöltözik, és akkor hát így engedékeny vagyok, és így ma kevesebben lépünk föl, de minden éve föllépünk. Hát ugye ennek két anekdotája van, az egyik az, hogy a törököket kiűztük, a másik az, hogy tavaszváról. Hát az egyik az, hogy ugye van egy ilyen része, amikor szigetből átkelnek csónakkal, mert régen úgy volt, hogy a mohácsi sokacok Vádában, a szigeti részben éltek, és itt voltak ugye a törökök, és törökök ilyen nagyon állatisten szeretők voltak, és beöltöztek ilyen maskarágba, mint amilyen hasonló, mint amilyen most a búsú, csónakokkal keltek át, azért is van holnap egy ilyen program a csónakkal átkelés, és hát kereplők, meg buzdogányok, meg hangoskötek is kiűzték a törököket Muhácsról. Hát, hogyha most szívemből igazat mondok, akkor nem az, amit ma sokat látunk. Van neki egy állarca, van neki egy bőr kabátja, vagy hát nem tudom ezt magyarul jobban elmondani, tehát egy kozsú, egy bőrkabátja. Ugye azon van eredeti kötéllel megkötve kolompok, régi kolompok, alul sokacgatya, amit régen teletöltöttek szalmával, hogy ilyen dús legyen, és alul megkötötték szallaggal, és bocskor volt rajta, és nem bütykös harisnya, mert az női viselet, amit már minden búson úgy van, mindig vitám is van ezzel, az én táncosaim búsaival is. Kötött harisnya volt régen, lehet ma is látni, gyönyörűeket, szépek, színeset, színtelent. És hát bocskor, ami most már olyan szerb bocskort is föltesznek, de volt kimondottan mohácsi sokat bocskor. És hát kereplő a kezébe, húzogány, ja, és egy bőrtarisznya, amiben vitt, ugye kínálta az ital, akik. Tehát a lényeg az volt, hogy nem volt szabad levenni a maszkot. Én például elég idős vagyok, ahhoz 5 éve nem öltözök be, de engem soha nem ismertek meg, néha megismertek vagy a gyűrömről, vagy a kezemről, akkor kesztyűt húztam, hogy ne ismerjenek meg. Hát ma már annyira nem így van, mert hóna alatt viszi a busa állarcot, de valamennyire megmaradt a hagyomány, bár én most már úgy hívom, hogy talán nem busajárás népi hagyomány, ugye, mert ez sokat szok hagyománya volt, hanem most már átment egy kicsit karnevállal. Meg ez a sok néző, hogy 30 ezeren nézik meg például vasárnap. 30 ezeren ebbe a 19 ezeres városba. Tehát már inkább karnevál, mint busójárás, de jó, maradjunk abban, hogy mohácsi busójárás. Ma aktuálisan sokat táncokat táncolunk, mohácsi is a baranyai sokat táncokat. Egyet táncolunk, mert együtt táncolunk a Vinkovciból érkező Sumarina együttessel, ők táncolnak egyet, majd mi, majd megint ők együtt, így ők ilyen testvér kapcsolatunk, és ővelük táncolunk két helyen is, először a Széchenyi téren, majd a Deák téren. A mai események központja a Széchenyi tér, és az egész rengeteg hang és fényhatással jár. Ágyúval lőnek, mágiát égetnek,
zajcsatnak, amivel csak lehet. Mára az idegenforgalom medvébe terelt népszokás sokat veszített az eredeti hagyományából, ám látványosság szempontjából sokat nyert. Igen, minden busolás egy kicsit más. Idén 71 busócsoportnak több mint 2500 beöltözője búcsúztatja a telet itt a hatnapos farsangon. Nagyon sok előkészületi munka volt benne. A busók is nagyon-nagyon szorgosan készültek, ez látható is, nagyon sok szép járgánnyal megjelentek, és nagyon tartalmas programokkal készültünk. A város több pontján felállításra kerültek színpadok, ahol reggeltől késő estig zajlanak a néptánccsoportok, a tamburazenekarok és a busócsoportok bemutatói. Esténként pedig a Mohácsi piac téren ingyenes délszláv táncházakba várjuk az érdeklődőket. Csütörtök a kisgyermekek napja, az a kis farsang, hogy gyakorlatilag a gyermekbusok és jánkeléké a főszerep. Pénteken a kiállításoké a főszerep, több kiállítás megnyitójára került sor a pénteki napon. Többek között a maszkaraguk és kellékészítők nívós tárlatára a Mohácsi Kossuth Teátrum emeleti galériáján. Ezt követően a szombat és a vasárnap már a két fő nap gyakorlatilag. Szombaton a busók lakodalmas meneteit láthatjuk kiemelt attrakcióként, vasárnap pedig csónakkal átkelnek a Dunán a busók, ezt követően felvonulnak a belvárosban, aztán elhelyezik a Dunán a tél koporsóját, majd pedig visszatérve szürkületkor a főtérre meggyújtják a hatalmas mágiát, ezzel is búcsúztatják a telet. A hétfői nap a házalásról szól, kedden pedig ismét felvonulnak a busók, és a főtérén egy újbóli mágiára felhelyezik a tél koporsóját, melyet felgyújtva búcsúznak a zord hideg évszaktól. A busó az ünnep fő karaktere. Faállarcos szörnyalak, kifordított bundában, szalmával kitömölt gatyában, esetleg bütykös harisnyában, bocskorban. A bundát lánc vagy kötél esetenként öv fogja össze, állandó tartozékuk a kolomb, a kereplő vagy a fabuzagány. A búsókat kísérik a jankelék, rongyos ruhába, rongyos zsákkal a fejükön. Feladatuk az utca népének, főleg a csúfolódó gyerekeknek a távoltartása, liszttel, hamuval, fűrészporos zsákkal. Ma már főleg csak ezutóbbival, viccesen megpaskolva, akit csak érnek. A szép búsók sokat népviseletbe öltözött, arcukat fátyollal eltakaró lányok, alkalmanként férfiak. Fontos gyakorlati feladatuk, hogy koordinálják a maszk miatt sokszor csőként látótérrel rendelkező búsókat. Beléjük karolva, vagy mellettük haladva, vezetik őket, ők az állarcosok szemei. Igen, a legalapabb dolog igazából, ami rajtunk van, az maga az ing. Ez attól függ, hogy mennyire hímzett, mert igazából mindegyik szép, szóval eznek nincs így különösebb fajtája. Illetve van rajtunk egy pöndő, ami vagy ki van flitterezve, vagy nem. Ez attól függ, hogy van-e nyári viselete az adott embernek. Illetve van rajtunk ugye a felső szoknya, ami látszik, és a kötény, ami a legjobban látszik. Illetve rajtam még van egy ilyen hímzett bőrmellény. Ilyen nagyon kevés embernek van, mert ezt örököltem én is. Illetve van rajtunk ugye ez a dukát, mi így hívjuk, ilyen ezüst érmék igazából. Ez az, ami így látszik a legjobban. Illetve a maszk ugye, ami kint szokott rajtunk lenni. Ez igazából ezt akarja el az embert, hogy ne lássunk mást, illetve ők se lássanak minket. A búsójárás és a farsangi időszak is egyben, kedden a téren állított óriási mágia meggyújtásával és körbetáncolásával ér véget. A telet jelképező koporsó elégetésével és körültáncolásával búcsúznak a hideg évszaktól, és köszöntik a tavasz eljövetelét. Hrvatsko obrazovanje i odgoj već se može započeti u vrtićkoj dobi u vrtiću Miroslava Krleže u Pečuhu. Kroz pedagoški program ustanove djeca mogu upoznati hrvatsku kulturu, jezik i tradiciju. U obiteljskoj atmosferi vrtić i ove godine otvara svoja vrata s igraonicom za zainteresirane roditelje i djecu koje se upisuju gdje se djeca mogu kroz igru upoznati s prostorom i odgajateljima, dok roditelji mogu dobiti odgovore na sva svoja pitanja od voditelja ustanove. Svi odgajatelji izvrsno govore hrvatski jezik i svojim iznimnim stručnim programima i aktivnostima pomažu razvoj djece. Hrvatski dječji vrtić djeluje u gradu Pečuhu od 1976. godine s jednom odgojnom skupinom.
Broj upisane djece se brzo povećavao, pa je u rujnu 1978. godine odselio u ulicu Sola i Ondraž. Sadašnje sjedište vrtića nalazi se u susjedstvu škole u ulici Očadi, a 2016. godine i radi sa 4 odgojne skupine, trenutno sa 87 djece. Dobar dan, ja sam Anka Bunjevac, doravnateljica vrtića. Radim tu od 1990. godine. Najprije sam radila kao odgojiteljica, a sad već nisam samo odgojiteljica, nego i radim ravnateljski posao tu u vrtiću. 2023. i 2024. odgojnoj obrazovnoj godini 83 pohađaju naš vrtić. Imamo 4 odgojne skupine mješovitog uzrasta. Na spratu imamo visibabe i leptiriće, a tu dole na prizemlju su bubamare i tulipani. Stvaraju vrtić po mjeri djece i roditelja. Vrtić sa širokim osmijehom. Vrtić trenutno zapošljava 14 stalno zaposlenih, od kojih 8 odgajatelja, 4 dadilje i pedagošku asistenticu i pomoćno osoblje za preuzimanje i podjelu hrane. Mogu se pohvaliti vrijednim i marljivim osobljem koje se redovito usavršava i educira. U prvom redu učimo naš jezik, jer imamo i djecu koji su mađarskog porijekla i dođu tako da ništa ne znaju. To je prvobitni zadatak da djeca nauče minimalno jezično znanje da dobiju tu u vrtiću. Učimo narodne običaje, kulture, imamo razne aktivnosti, sve. A najvažnije je za djecu slobodna igra. Njihov odgojni obrazovni program u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe, prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta. U dječjem vrtiću polaze od spoznaje da je djetetu najugodnije u sigurnosti i toplini svoga doma te zbog toga nastoje leptirićima, bubamarama, tulipanima i visibabama osigurati obiteljsku atmosferu u svakom trenutku njihova boravka u vrtiću. Djecu primimo od 6:30, mogu tu biti do 17:00, onda zatvara vrtić vrata. Svakome smo vrata otvorili, ne držimo otvoreni dan, nego držimo igračnicu i sad bi onda iskoristila priliku i pozvala roditelje. Je 17. travnja ćemo imati igračnicu u poslijepodnevnim satima od 17 sati. Čekamo sve zainteresirane roditelje, neka dođu. Dok se djeca igraju tu sa odgojiteljicama, dotle će roditelji dobiti uvid u našem radu, o našem pedagoškom programu. Svakoga reda dočekujemo tu u Očadi ulicu, a poslije ovog ćemo imati upise 23. i 24. travnja. Od 8 sati mogu doći roditelji, moraju donijeti neke dokumentaciju, karticu o prebivalištu, zdravstvenu karticu, ličnu kartu ili rodni list. Njihov je stav da vrtić ne služi samo za čuvanje djece, već i za njihov odgoj i obrazovanje te zadovoljavanje potreba. Na zanimanjima različitog odgojnog područja, materinski jezik, književni odgoj, glazbeni odgoj, vizualni odgoj, odgoj za upoznavanje naše okoline, matematika, tjelesni odgoj, odgajateljice rabe raznovrsne jezične postupke kroz igru, što unaprijed svjesno isplaniraju u godišnjem programu. U svakoj skupini po dvoje odgojiteljice rade i jednu dadiju koja pomaže rad odgojiteljice. Nemamo, nažalost, spremačicu, dadije moraju i čistiti. To je malo nezgodno, ali nadamo se da će se promijeniti. To je najvažnije, da mi odgajamo djecu u prvom redu za našu školu,
23 će ići ove godine u našu školu i samo je, sam to čula da jedno dijete ne ide u našu školu, nego njega će i upisati u mađarsku školu. Kod njih se učenje jezika ne ograničuje isključivo na jedan zadatak, naime integrirano u igru, ono je nazočno tijekom cijelog dana. Učenje materinskog jezika u vrtiću prožima sve oblike djelatnosti, nazočno je u aktivnostima djeteta, u emocionalnom stanju i u igri i u govoru. Nagyon sok jót hallottunk az óvodáról. Nekünk nincsen horvát vonatkoztatásunk, de ennek ellenére nagyon szimpatizálunk a horvát nyelvvel, kultúrával, igen, illetve minden nyáron sokszor ellátogatunk, és ott tartjuk a nyarat. Úgyhogy szeretném megismerkedni az óvodával. Velik dio djece hrvatski jezik osvaja kao drugi jezik. Stoga u vrtiću istaknutom zadaćom smatraju razvijanje razine znanja hrvatskog jezika i njegovanje narodnosne kulture. Dobar dan, zovem se Zlata Šoltes Štric. Od 1982. radim u vrtiću i sad radim svoj master program i sad sam u projektu Stolica. Taj projekt sam, ja čula da u Hrvatskoj su farbali u jednom vrtiću jednu stolicu i rekli su da je jako lijep doživljaj bio. Pošto ja istraživam nove metode i isprobam kao reflektivna pedagogija, doživljajna pedagogija, opol metoda i tako dalje, zato sam taj projekt uzela u svoj program i primili su mi, odobrili su taj program i u tome ja istraživam da kako možemo preko stolice upoznati svijet, materijale, stabilitet i kakve igre, jer imamo stolicu i u priči, u pričama, na primjer kao Zlato kosa kad je išla kod medveda, pa je tamo tata imao svoju stolicu, mama i mali medvedić, ili preko gimnastike, ili u XXL Lux robnoj kući, ili djeca donesu svoju stolicu, ili pričaju kako ima tata stolicu kad lovi ribe, kakvu stolicu ima cipelar, kod zubara, kakva je stolica, na lift ide. Dakle, preko stolice i riječničko blago i cijeli svijet upoznajemo i cijeli život je na kraju života. Opet imamo svoje stolice, jel? Koje su na točkovima i na kojima se stari ljudi tuširaju, ali to je još daleko od nas. Mi smo sad momentalno kod vrtićkim stolicama, koje su isto jako interesantne, jer možemo plesti, možemo masaže praviti na stolici i puno što šta. Sa djecom starijeg uzrasta više puta posjećuju Šolnajevu četvrt i Lutkansko kazalište Bobita. Vrtić je često organizator stručnog usavršavanja odgojiteljima partnerskih vrtića. Vrtić ostvaruje dobru suradnju s roditeljima koji se uključuju u sve aktivnosti koje se odvijaju u vrtiću i izvan njega. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet!